Sziasztok! Ez az első ilyen videóm, és nem is nagyon szeretnék többet csinálni, de ezúton szeretném megkérni az egyik ilyen videócelebet, vagy videobloggert, vagy nem is tudom, kicsoda, vagy micsoda ő, Takács Milán, hatalmas egyéniség egyébként, nagyon elismerésre méltó tevékenységet űz, mert kurva, minden nagyon elismerésre méltó, amit elért az életben. Nagyon jogos az, hogy ő engem, vagy a családomat oltogat, vagy a barátomat, vagy akár a legjobb barátnőmet, ugyanis nem tudom már mikor, de Tinát, a legjobb barátnőmet elkezdte oltogatni. Én értelemszerűen megvédtem. Hú, milyen meglepő, hogy az ember megvédi a legjobb barátnőjét, mire elkezdett nekem kurva anyázni, meg apám faszázni. A barátom erre engem megvédett, ez is nagyon meglepő egyébként, és ezután neki kezdett el kurva anyázni, meg hogy ő milyen ronda, meg mit tudom, hogy mondja mindezt Takács Milán, aki identitászavarba szenved, ráadásul kurva is, tehát nem tudom, hogy miért, vagy mi alapon rajongunk érte, vagy kéne érte rajonganunk, vagy elfogadni egyáltalán őt a társadalomnak, miközben ő roncsolja az egész társadalmat, illetve az ilyenek létezésétől, mint ő, lesz rosszabb az egész emberiség, meg az egész föld, meg az egész társadalom tőle roncsolódik évről évre, egyre rosszabb, tizenévesek, egyre rosszabb társadalmi rétegek alakulnak ki, pont az ilyen emberek miatt, és nem vagyok előítéletes, sem a melegekkel, sem a kurvákkal, meg ilyesmi, de azzal igen, aki büszke erre, aki nem születésnél fogva szorul rá ezekre a dolgokra, hanem ő egyszerűen ezt választja, mert ezt akarja, az undorító, ocsmány, és nem rendelkezik semmilyen emberi értékekkel. Tehát szeretném megkérni, hogy ne érezze azt, hogy őnek erre joga van, vagy ő ezt megteheti, mert egyáltalán nem külön tőlünk, sőt, sokkal kevesebb, mint mi, mert mi legalább lerakunk valamit arra a kibaszott asztalra, és mi legalább nem ilyen nullát érő tevékenységet űzünk, mint ő, meg legalább nem ilyen ocsmányul nézünk ki, bár szerint a stílusom, meg a kinézetem is ocsmány, meg ő szebb természetesen, fiú létére, azt hiszem, már ha fiú, már ha ember, egyáltalán, na mindegy. Szóval csak annyit szeretnék kérni, hogy a kedves rajongói és ő ne vegyék semmibe a többi embert, és ne gondolják azt, hogy bármit megtehetnek, mert nullák, tehát mind egy kibaszott nagy nulla, mert semmit nem ért el az életbe az, hogy őt kibaszták otthonról, mert egy semmire kellő szar lett belőle körülbelül, az nem elismerésre méltó, meg az, hogy ő fel tud magáról tölteni néhány videót, lássátok, én is felbírok. Fú, egyébként mindenki felbír, akkor mindenki milyen kibaszott elismerésre méltó. Szóval jó lenne, hogyha visszafogná magát ez a kis akármicsoda, mert én nem mondanám se férfinak, se nőnek, se embernek. Szóval értelemszerű, hogy fel vagyok háborodva, miután lekurványázott mindenkit, aki számomra fontos, sőt, köztük engem is. Lerondázott, letehenezett engem is a legjobb barátnőmet, elmondta, hogy apám faszát így meg úgy szopja, meg mit tudom én, hát ez is aztán kurvára elismerésre méltó lenne egyébként, már ha így lenne, de abszolút nincs így, tehát nem értem az egészet, semmilyen valóság alapja, és semmilyen mondani valója nem volt igazából annak, amit mondott, semmilyen tartalma vagy értelme, de ő csak mondta a fasságait, és azt hitte, hogy ő ezt megteheti, meg hogy ő mindenkit elküldhet a büdös picsába, meg a kurva anyjába, hát csak úgy közlöm, hogy tekintve azt a tényt, hogy milyen embert hozott világra kedves édesanyja, már elnézést. Valószínűleg az én szüleim jobbak, mert én már többre vittem, mert legalább egyetemre járok, meg legalább normális vagyok, és lány létemre lány vagyok, meg nem ilyen ocsmány szar. Köszönöm szépen, sziasztok!